Egyetlen egy megoldást láttak kiútnak, és az pedig a halál volt. A 11. konferencia, amelyen jelen pillanatban részt veszek. Évek óta rendszeresen járok a konferenciákra. Ténylegesen színvonalasak. Folyamatos szakmai továbbképzést biztosít a résztvevőinek. Azt gondoljuk, hogy maradandó érték ebben a szakmában. Amikor olyan dolgokkal találkozunk, amivel nap mint nap szembesülünk. Abszolút nyitottak az új tudásra és a jövő változásainak a befogadására. Lassan megkerülhetetlenné válik az MBF mint szervezet. Itt előadást tartani az egy színvonal. Amanda Todd online zaklatás áldozata lett. Egy fiatal férfi arra kérte videócseten, hogy mutassa meg a mellét. Amanda ezt megtette, nem gondolta, hogy bármilyen problémája származhat ebből a későbbiek során. Végre egy átfogó védelmi stratégiával rendelkeznie kellene minden egyes intézménynek. A szervezet sikeressége pontosan azon múlik, hogy ezek a belső anomáliák, ezek a paradoxon szituációk, ezeket mennyire sikerül nekünk feloldani, vagy egyáltalán mennyi időt, energiát szánunk rá, hogy ezzel foglalkozzon. Az első dolog, amit megmutattak, azok a kalasnyikovok voltak. Hát ez a fő eszközünk. Évről évre nagyobb színvonalú résztvevőkkel, előadókkal vesz részt a vagyonvédelembe, a logisztikába, a különböző területeken, és ezek a területeket ez az MBF konferencia összefogja. Now back to King Hoop and syncopated style. A technológia óriásit fejlődött, gyakorlatilag mindenre beszerezhető valamilyen technikai megoldás. A biztonsági szolgáltatásoknak, a biztonsági szakmának egyre szélesebb területét fogják át a résztvevők. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ma ebben a szakmában Magyarországon milyenek a trendek, illetve a külföldi színvonalhoz, hogyan viszonyulunk a külföldi szakmai színvonalhoz. Hogy minden évben megemlékezünk két kitűnő emberről. Az egyik Ungi Feri bácsi, akiről az Ungi Ferenc díjat elneveztük. A Borsos József díjat Borsos Józsi emlékére alapítottuk. A tavalyi évben megkeresett minket néhány szolgáltató, és azt kérte, hogy ne csak a biztonsági vezetőket, a biztonsági menedzsereket és a törvény végrehajtókat díjazzuk, hanem alakítsunk közösen egy díjat a vagyonőrök elismerésére. Ezt sajnos ki kell mondanunk, hogy ezeket az embereket nem becsülik meg kellően. De sem a Borsos József díjjal jutalmazott rendőrőrmester, sem pedig a Primus Inter Páres díjjal jutalmazott vagyonőr, a társadalom nem becsüli meg eléggé. Mit sem tud ezeknek az emberekről a mindennapjáról, ezeknek az embereknek a napi küzdelméről, és én kimerem mondani a hőstetteikről. Ez a konferencia volt az, ahol a legtöbb látogatónk volt, több mint 150 konferencia paszt adtunk ki. Nagyon jól érezték magukat az emberek a visszajelzés alapján. Hát szükség van a kapcsolatépítés miatt az ismeretségekre. Jó kapcsolatot sikerült például a tekes kollégákkal kialakítani. Az egymás közti bizalom talán az átlagosnál magasabb. Azt látom, hogy itt nagyon könnyű networkölni, az emberek kedvesek, nyitottak, a társalgóak, kommunikatívek, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon könnyen ment, és érdeklődők. Nagyon sokszor úgy jártam, hogy ők maguk jöttek hozzám, tehát nem is nekem kellett tényleg én értelemben networkölni, aktivizálódni. Országos tekintetben, ami visszajelzés érkezik, az, hogy egyre többen érdeklődnek a programjaink iránt. Ez őrülten izgalmas volt.